terán harcos magyar bajnok lett a 36 éves Zsihocki Attila a VB bronz és LB ezüstérmes 10 próbázó. Ezúttal először lett itthon első a téli 7 próba versenyen. A kalapácsvető olimpiai bajnok fia egykor magas kezdte, legjobb olimpiai helyezése az aténi hatodik volt, közben már tanít a TF-en és edzősködik is, nem is akár, hogy 7 próbázó felesége trénere is. Meddig lehet ütni a vasat a pályán, még erről is kérdezzük Attilát az edzősködés mellett rögves. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, és tenni. kezdjük ott, hogy hogy, hát, hogy megérte ezt így kivárni, ennek ö, nagy öröm, és ez mennyire volt fontos számomra ez a téli időszakban ö, ebben az versenyben elért első bajnoki cím? Hát igazából, persze, természetesen megérte kivárni, ö, nagyon jó érzés volt, és hát, ö, de hát nem ez, a, a, nem ez van a fókusz, fókuszpontban mostanában már nálam, ez egy plusz bónusz volt, hogy ezt most sikerült megnyernem. Mert ez úgy néz ki, hogy a te igencsak szigorú időbeosztásodban gyakorlatilag másokat edzeni, tanítani a főiskolán, az egyetemen, illetve magadat is edzeni ezek, hogy férnek el egymás mellett? Nehezen, nehezen. Igazából ami, ami leginkább megsínli ezeket a dolgokat, az a saját edzésem. Tehát itt uh, a legfontosabb dolog a két olimpikum tanítványom, kedves feleségem és mellette uh, ugye Juhász Vanda gerejhajtó felkészítése. Uh, ők uh, vannak a fókuszban, akkor uh, mellette most uh, fiatal tanítványokat is kaptam a, a Geackért, meg a Gödöllői uh, Egyetemi Sportklub arra, hogy foglalkozzak uh, <kül> azokkal a tanítványokkal, akik uh, sajnos uh, Benkő Ákos halála után ugye edző nélkül maradtak, és velük is foglalkozok, úgyhogy uh, Igazából talán a legkevesebb idő a saját edzéseimre fordítódhat, de viszont ö, próbálok arra is minél több ö, energiát és időt hagyni. Talán ez annyiban jó, hogy nem tudom magam túledzeni, és nem tudok megsérülni. Jó, ja, igen, hogy a, az, az, azért rádiárt a rúd néhányszor már sérülésben. Most ezen a versenyen mely számaiddal voltál a legelégedettebb? Mondhatjuk azt, hogyha már rúd szóba került, meg, meg mondjuk a súly, igaz? Igen, a ez a kettő szám volt, ami, ami megfelelő volt. A többiben azért lehetne mindbe jobban teljesíteni. Hát örültem annak, hogy el is tudtam indulni, mert még. Januárban, volt megsérültem, igen. megsérültem egy edzés során. Akkor éppen a, a, ugye a karácsonyi szünet miatt tudtam többet edzeni, mint ideig, és ezért egy kicsit túl, túl, túl terheltem sajnos magam valószínűleg. Ezért sérültem meg, azt sikerült jól kipihennem, és, és így sikerült a verseny. Miért bírod te egyébként, most sérülések ide vagy oda, de fizikailag ilyen jól még ezt a dolgot, ezek e e e e a megméretetések, ezek meggyűrnek egyébként nagyon? Hát most már azért érzem, hogy ezek a versenyek, ezek e, többet kivesznek belőlem, mint régen, tehát nem bírom olyan jól, a látszat azért csal, de hát e, az a sok évnyi rutin mögöttem áll, úgyhogy próbálom mindig úgy felépíteni ezeket a versenyeket, hogy még éppen egy kibírjam a végéig. E, azért oda kell már figyelnem, oda kell tennem magam. Most is hát az egyik fiatal versenyzőnk, Hódosi Máté, szorongatott meg Voltak nagyon. Voltak olyan pillanatok, amikor azt gondolt, hogy megelőz, nem? Igen, igen, többször is a verseny során, úgyhogy hát remélem, hogy egyszer majd nem csak ő, hanem a mai fiatal tízpróbázó társaság olyan rutinérete szert, mint én, és akkor, akkor már nem lesz két, kétsége abban, hogy ki fog nyerni. Látod a potenciált a most körülötted, meg a versenyeken feltűnő magyar tízpróbázó fiatalokban, hogy olyan eredményeket, hát ha nem is, hát nem tudom, elérjenek, mint -e, vagy itt azért világversenyek dobogójáról beszélünk, vagy legalábbis a közelébe kerüljenek? Ö, aki most jelenleg az edzőm, Dömötőr Balázs, ennek, ő felépített egy olyan több próbacsoportot ö, a, az ő klubjában, a karcban, ahol, ahol ö, nagyon jó társaság gyűlt össze, ö, és ö, nagyon jól segítik egymást, ö, néha még engem is, tehát én is beszállok néha edzeni engem is. Ö, nagyon jól tud segíteni ez a, ez a pozitív környezet, és úgy érzem, hogy ö, igenis reális esélyük van ezeknek a fiataloknak oda kerülni, hogy milyen magasra, az már igazából rajtuk múlik. Tehát ö, ott, a, hogy, hogy, valaki mondjuk 16. vagy 8. vagy akár dobogós egy világversenyen, nagyon kicsi sokon múlik, hmm. és, és, ö, ö, de a potenciál mindenképpen ott van bennük. Van olyan szám, ami nem tudom, hogy a karriered során, de inkább most már így érete fejjel, amit amikor gyakorolni kell meg edzeni, amit igazán a tízből, hát hogy mondjam, utálsz. Vagy így, ah, azért ezt ne. Hát szerintem ez nem a olyan tíz, próbálza ki 400 métert, és ez az 1500 métert nagyon a szíve egy csücskében tudhatja. Ezek a számok azért mindig nehézséget okoznak, de hát ez is hozzátartozik a tízhez. Az 1500 méter talán azért jó, mert akkor van, vége van a, a megméretetéseknek, tehát mikor az embert úgy egy egy szám hátra, akkor már könnyebben áll oda. Így életfejjel trénerkedés mellett magad a, a, számok közül melyikben tartod leginkább formában magad? Tehát mivel foglalkozol a legtöbbet? Hát próbálok azért mindennel. Talán a magasugrásra foglalkozok a legkevesebbet, mert az régen jól ment. Hát ez mondjuk az eredményeken már látszik is, de visz, ellenben, ellenben a rudugrásra oda kell nagyon figyelni. Ez egy technikai szám, nagyon technikai szám, talán a legtechnikásabb szám az összes a tíz közül és egy kevé, kevesebb fizikális ö, 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 formával, ö, több technikai munkával ott lehet tartani azon a szinten magát az embernek, ami elfogadható. Úgyhogy inkább azzal kell foglalkozni. Azt mondom meg, hogy változatlan pályán maradsz, mert olvastam, hogy nyilatkoztat, hogy hát most tíz próbója jön a nyáron, és hát kellene teljesíteni az EB szintet. Hát igazából ez egy, egy részcél, vagy úgymond egy, egy, tehát az embernek célok nélkül nehéz edzenie. De hát nem ez van a középpontban. Ha sikerül, akkor nagyon örülni fogok neki, de, de hogy is mondjam, ha lehetne választani, persze nem lehet, hogy, hogy a tanítványom szerepeljen neki jól az elbén, vagy nekem sikerül neki jutás, akkor mindenképpen a tanítványomat helyezném előtérbe. Mert hogy te is klasszikusan már abban, a, a ahogy a Talmácsi Gábor fogalmazta az előbb, egy ilyen duális pályán mozogsz, hogy már a tanítványokra helyeződik a hangsúly, miközben még te magad is versenyzel. Ez a te magad is versenyzel dolog, ez, ez, addig fog tartani, amíg, amíg hangulat meg kedv van, Természetesen. amíg úgy érzed, hogy jó úgy felkelni? Természetesen, tehát igazából amíg van célok, amíg részcélokat ki tud tűzni az ember, addig, addig szerintem ezt mindenképp érdemes és jó csinálni utána sem fogom abba hagyni természetesen, természetesen a sportot, de amíg, amíg, fölkelek és amíg van rá affinitásom minden reggel ahhoz, hogy én atlétizáljak, addig nem fogom abba hagyni. Nézzük akkor a tanítványaidat, és nézzük a trénerkedést. Ugye Györgyi, Farkas Györgyi feleséged, Univerziádi bronz tavaly. Most idén hogyan készültek vele, és aztán majd egy szót Vandáról is. Györgyi felkészülés rendben zajlik voltunk Dél-Afrikában edzőtáborban, három hetet volt kint, én két hétre követtem őt. Ami nagyon jól sikerült, ez igazából a télből egy ilyen, kiszakítottam őt a télből ezzel az edzőtáborból, nem is betegedett meg, tehát itt azért nagyon sokat hallottunk azt, hogy mindenki megbetegedett. Ez, ez, ha másért nem is, de ezért jó volt. Aztán a fedett pályás szezonban három hétvégén versenyzett, mind a három nagyon jól sikerült és kapott egy ilyen kis kimenőt a több próbából ezen a fedett pályán, ő nem indult most több próba versenyeken, azt akartam ezzel elérni, hogy egy kicsit megpihenjen, kicsit éhezzen rá a szabadtéri szezonra, és ott majd aztán mindent bele. És ott mi lesz a célidén? Európa-bajnokság, uh -huh. természetesen, és az Európa-bajnokságon egyéni csúcs. Egyéni csúcs. Ezek a célok, aztán azt majd az a pontszám, meglátjuk, hogy milyen helyezésre lesz a lég. Vanda. Vandának egy kicsit zökkenő, tehát zötyögősebb a felkészülése. Sajnos meg kellett műteni a manduláját is a vállát is. Ez két olyan műtét volt, ami sajnos kellett ahhoz, hogy ahhoz, hogy tökéletesen tudjon felkészülni az Európa bajnokságra. Mindenkét versenyzőmnek már megvan az, az Európa bajnokságra kiküldetési szintje, ami annyiban segít Vandának, hogy nem kell azon aggódni, hogy most Megcsinálja a szintet, vagy nem, nincsenek versenykényszerek. Tehát e, ilyen szempontból nyugodtabban tudunk dolgozni, nem kell a műtét e, miatt siettetni a regenerációt, e, úgyhogy neki is minden lehetősége megvan arra, hogy az Európa Bajnokságon jól szerepeljen. Azt mondanak végül, hogy miközben a, a, magyar sport nagy része komoly támogatásokhoz jut, hogyha az ember atlétákkal beszél, akkor sokszor van öröm, meg azért néha hallunk panaszokat is, hogy a sportág, amely mindennek az alapja, milyen helyzetben van, neked, nektek van okotok panaszra? Felkészülési körülmények, anyagi magyar embernek ez, a, ez egyik sajátossága, szeret hogy, hogy szeret panaszkodni. Én próbálok mindig a pozitív dolgokra fókuszálni, tehát azok a támogatások, amik a magyar sportot érik, természetesen az atlétikához is eljutnak. Talán nem olyan nagy mértékben, mint mondjuk a labdajátékokhoz, de az atlétikában is érezhető egyfajta pozitív irányba való megindulás. Ezt mindig örömmel vesszük természetesen. Nagyobbak a lehetőségeink ilyen szempontból, de hát még mindig eltörpülnek azok mellett, amiket környező országok beli, atléták kapnak. Remélem, hogy egyszer eh, eljutunk arra a szintre is, és leginkább remélem azt, hogy ez az eredményességünk is meg fog mutatkozni. Hát én még egyszer gratulálok neked is, hát uh, akkor jó munkát ebben az évben is. Aztán figyeljük az eredményeket. Köszönöm szépen, hát hogy Nagyon szépen voltál. köszönöm.